és a nyomdai munkák kivitelezését.
Ennek az épületnek egy csodás csarnokában torokszorító érzés megszólalni. Bármerre nézünk, képekben, freskókban, oszlopokban, szobrokban, a múzeumi részlegben régebbi korok értékeinek megőrzését láthatjuk. Márpedig egyre inkább tudomásunk kell vennünk, hogy a 20. század talán úgy vonul be a művészet történet nagy könyvébe, mint az értékek pusztulásának százada. S ha még nagyító üveget sem nézve, csak kissé közelebbről szemlélünk századunk irányzatait, azt is mondhatjuk, az értékek pusztításának százada lettünk. Mind az, ami évszázadokon vagy akár évezredeken erkölcsi tőkeként, bázisként, sziklaszirált talajként állt az emberiség felnővé, felnővő és egyre szárnyaló élete alatt, mint mozdíthatatlan és fix pont, oszlatozni, repedezni, talán nevetségessé válni, de mindenféleképpen fölöslegessé válni látszik sokak szemében. Azt mondhatom, hogy ez a kultúrának és értékrendszernek pusztulása vagy pusztítása minden egyes művészeti ágban megnyilvánul. Ha egy színházi kiállításon vagy egy színházi előadáson beszélgetünk, ugyanilyen kérdések merülnek föl. Ha a zeneművészet területén működőkkel találkozunk, ugyanezeket mondják. És a képzőművészet területén talán leginkább észrevehető, hogy mintha a kultúra területének szélső területén élők, a dilettánsok foglalnák el a kultúra szószólóinak szerepét. Talán a hatalomba is beépülve, önmagukat beégítve, az elmúlt évtizedekben oly sokszor megszokott diktatúrikus vélemények után, amelyben titokzatos központok határozták meg, hogy mi a szép, mit kell csinálni és hogyan, és főleg az, hogy mi érdekli majd igazán a közönséget. Ezek után, mintha az ízlés diktatúrának jelei bontakoznának ki hazánkba. Ismét megmondják, megszabják, kijelölik, hogy milyennek kell lenni annak, ami igazán tetszetős és főleg, ami igazán korszerű. Nos, ez a furcsa és nehéz évtizedeket magában elő korszak sok alkotóknak derékmatör pályájával együtt élete nehéz korszakait is jelentette, legyen az zeneszerző, legyen az képzőművész, író, költő. Éppen ezért különleges szeretet és hála, és különleges tisztelet kell, hogy körülvegyek ezt a törékeny asszonyt mellettem, aki mindennek a forgatagnak kellős közepén állva szép és okos tekintetét fölemelve egy olyan világba röpít bennünket képeivel, amelyben jól érezzük magunkat. Amely világ belsőnkben megmaradt és ott rejtőző, sokszor meghunyászkodó, sokszor szomorúsággal epekedő, nosztalgikus vágyakat fölébresztő, részében lappangó,
képzetünket támogatja meg, hogy ilyennek kellene lenni az életnek, ilyen szépnek, ilyen harmonikusnak, a szerelemnek, a szépségnek, ilyen szabad világában kellene a lelkünknek megfürdeni naponta, mint amilyen virág az ő képeiből sugárzik. Nagy dolog ez. Bárki bárhogyan vélekedik arról a gondolatsorról, amit eddig elmondtam, egyben nem mondhat nekem ellent. Az a világ, amely ezekben a képekben tükröződik, az a színharmónia, amely ezekről a képekről szinte a keretek közül kilépve bennünk tovább él és tovább színezi mindennapjainkat, az a világ, Károly Éva világa, értékes világ. És ha értékeinket pusztítjuk, vagy hagyjuk pusztítani, ne hagyjuk pusztítani az ő értékeit, bennünk önmagunkban vigyázzunk rá, figyeljünk rá, és figyeljünk önmagunkra is, hogy mit vált ki belőlünk mindaz, amit értéknek tudunk hinni, nevezni, megbecsülni. És amely érték Károly Éva képeiről lelépve, sugározva nekünk erőt ad arra, hogy megmaradjunk, legalább önmagunkban megtartva mindazt az értékrendszert, amelyen felnőttünk, amelyen élni szeretünk, vagy szeretnénk, és amely hitem szerint a elkövetkezendő 100 vagy 1000 esztendőben is az emberiség megmaradásának dalköve lehet és kell, hogy legyen. Ezt köszönjük Károly Évának, ezt köszönjük képeinek, és köszönjük a vendéglátóknak, hogy ezen alkalommal itt mi valamennyien találkozhattunk egymással is, képeivel is, és Évával is. Kiállítás! Köszönöm önöknek, hogy eljöttek. Kérem, hogy szépen lipasorban vásárolják meg a visziterembe, tekintsék meg a képeket. Majd ha itt járunk az operaházban egy-egy operaváson, akkor a szünetre nézzétek meg a képeket. Viszontlátásra, köszönöm. Thank you.